Bera Jánosné 22 év után búcsúzott a vezetői szerepkörtől. A Szőnyi Kulturális Egyesület berkeiben működő Szőnyi Nyugdíjas Klub nemrégiben tisztújításra kényszerült. A tagság február 7-én ünnepi körülmények között köszönte meg Bera Jánosné 2 évtizedes áldozatos munkáját a Szőnyi Művelődési Házban, ahol összejöveteleiket is tartják. Az ember eljut egy idő után arra, hogy ezt át kellene adni egy fiatalabbnak, mert elfárad. Elfárad, és a 22 év az sok volt. Úgyhogy nem mindig volt olyan a helyzet, hogy az ember úgy toppon lehetett volna. A kezdetek mindig nehezebbek, de sokkal összetartóbb volt a csapat. Nem volt pénz, de összetartottak. Azt tetszett mondani, hogy szinte a Szőnyi Kulturális Egyesülettel szinte egy időben alakult ez a klub is, ugye az önök Igen. nyugdíjas klubja? Igen, hát megalakult az egyesület, és utána beszélgettük itt bent az egyesületbe, hogy jó lenne, hogyha alakulnának ilyen kisebb klubok, vagy ilyesmi. Volt egy házas pár, aki bejárt ide az egyesületbe, a művelődési házba, és mondta, hogy miért nincs itt egy nyugdíjas klub, mert hogy a nyugdíjasok ki vannak szorulva mindenhonnan, és milyen jó lenne, hogyha a saját közegükben lehetnének. És erre Kerekes Tibor azt mondta, hogy na majd beszélgetünk erről, és létrehozunk egy nyugdíjas klubot. Nekem a fiam és a menyem jártak ide az egyesületbe, és én is bejártam velük, akkor még dolgoztam. És szólt az akkori vezető Mészáros Zsuzsa, hogy jöjjek be, hogy lesz egy kis megbeszélés. Hát összejöttünk egy páran, 18-an. 18 ember jött össze, és hát ugye mondják, hogy akkor megalakulna itt egy nyugdíjas klub, és hát kellene egy vezetőt választani. És felszólalt az egyik idősebb nyugdíjas, hogy egy fiatalt válasszunk, aki még tele van energiával, és mivel én voltam a legfiatalabb, így lettem én a vezető. Az alapítás történetéről, a hőskorról és a klubélet legszebb pillanatairól is szó esett az ünnepségen. Felszólalt a búcsúzó vezető, majd Kerekes Tibor is, aki megköszönte Bera Jánosné minden időben való helytállását, szorgalmát és kedvességét, mellyel sok klubtagot segített át nehezebb időkön. Itt nagyon sokféle gondolkodású, identitású ember jött össze. Most egybe azonosak, hogy a koruk alapján ugye nyugdíjasok, de ezen kívül sok közös nincsen bennük, hiszen különböző, az élet különböző területein éltek, dolgoztak. És mégis sikerült, és ehhez pedig egy empatikus készség, egy tolerancia kellett tőle, és ezt ő nagyon jól csinálta. Én mondom, én mindig csodálkoztam azon, hogy mindig tudott mosolyogni, és azonnal lelkesen hozzáállt a dolgokhoz. Én csak a köszönet hangján tudok az Egyesület nevébe megnyilvánulni, csak azt tudom mondani, hogy szerencsénk volt, hogy ő lett. Bera Jánosné úgy fogalmazott, egy nyugdíjas klubot másképpen kell vezetni, mint akár egy irodalmi klubot. Itt nagy szükség van az emberi odafigyelésre. Itt nagyon fontos a kontaktus az emberekkel, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy segítsük egymást. És néha csak annyi kellett, hogy rátegyem a vállára a kezem, és megkérdezem, hogy mi van veled, és már mindjárt másképp éreztem magát. Szóval én egyedül nem sokra mentem volna, ahhoz kellett egy lelkes csapat, aki velem van, és segít, és hisz bennem. És ebbe ez volt a jó, hogy egy ilyen csapatot sikerült összehozni. A korábbi vezetőnek virágcsokrot és ajándékot adott át a Szőke vezetése, a Művelődési Ház szakmai vezetője Nyikus Anna és az új klub vezető. A stafétát ugyanis Németh Györgyné, az eddigi pénztáros vette át. Mindenképpen szeretném megköszönni a tagság bizalmát, és hát folytatnánk egy kicsit azt, amit Erzsike elkezdett. Számítunk a segítségére, ezt az évet még együtt dolgoztuk ki, hiszen nem olyan nagyon vettük komolyan, hogy le fog mondani.
de lemondott. Azt mondta, hogy 23 év elég volt. És akkor próbálunk néhány dolgot újítani is, hogy kicsit mozgalmasabbá tenni a klub életet, majd meglátjuk, hogy sikerül. Az idei esztendőben 3 napos kirándulást szerveznek, és több kisebb barangolást vonattal és busszal egyaránt. Fontos terv a fiatalítás is. Szükség lenne rájuk, mert azért mindig kiöregszünk. Tehát meg lehet nézni az átlagkort, hát nem a legfiatalabb korosztály. Nagyon jó lenne fiatal nyugdíjas, hát majd meglátjuk, hogy sikerül ide csábítani őket. Mivel lehetne egyébként ide csábítani őket? Mi lenne a leginkább a legnagyobb hívószó, vagy legjobb hívószó? Nem is tudom, talán egy ilyen mozgalmasabb klub élet talán az ide vonzana őket. Mert azért ez valószínű úgy terjed, a társaság, igen, hogy milyen jó volt, ahova elmentünk, milyen jó volt, amit csináltunk, és akkor talán jönni fognak, majd meglátjuk. Vera Jánosné arról biztosította a nyugdíjasokat, hogy mindenben segíti a szépkorúak közösségét.